utóbbival kapcsolatban már korábban kiszivárgott, hogy a vállalat belső töltőállomásán csak az nem tankolt, aki nem akart, de alapos a gyanú, hogy más visszaélések is történtek. Május hónap folyamán megkapom az első eredményeket is, és biztos vagyok benne, hogy a vizsgálatoknak az eredménye, belső ellenőrzés eredménye meg fogja erősíteni azokat az aggályokat, vagy azokat az adatokat, amelyeket az állami számvevőszék is december végén előtetett hozzám, annak függvényében, hogy elég komoly visszaélések történtek a közvállalatban, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Ezért látogatott a minap a Csisztotyába Maglai Jenő, ahol a decemberben megbízott új igazgató számolt be a vállalatban újabban jegyzett gazdasági meg pénzügyi változásokról. Szlobodan Milosev óriási veszteséget örökölt elődjétől, ám az év első két hónapjában már 13 millió dinárt sikerült megtakarítania, míg az első negyedévet a tavalyi hasonló időarányosához viszonyítva 60 tonnás üzemanyag megtakarításra zárják, ami 75 ezer eurót jelent. Nem halmoztunk adósságokat, mint amilyenekre tavaly volt példa, amikor a vállalat vesztesége 16,5 millió dinárt tett ki az év első három hónapjában. Óriási segítséget kapunk a polgármestertől és az önkormányzattól annak érdekében, hogy kikerüljünk a problémákból. A polgármester szerint bővíteni kell a köztisztasági közvállalat működését és annak tevékenységét, meg szolgáltatásait a kültéri településekre is el kell juttatni. Bebizonyosodott az, hogy a sárga zsákoknak a használata az nem hatékony, és úgy gondolom, hogy ugyanazt a rendszert kellene bevezetni, mint a város területén, azzal, hogy a megfizetetése, a szemételhaladásnak egy teljesen más rendszerbe kellene, hogy történjen.